Az egészségügy átszerveződésével kapcsolatos felvetéseit osztotta meg a sajtó képviselőivel Lipovics Máté a Karolina Kórháznál. A megyei közgyűlés jobbikos frakció vezetője szerint kidolgozatlanság jellemzi a kormány intézkedéseit. A Jobbik eleve etikátlanak tartja azt, hogy az egészségügyi az intézmény dolgozói döntsenek bizonyos osztályok megszűnéséről, összevonásáról, illetve ők küldjék meg a selyemzsinort esetlegesen egy-egy munkatársnak. Lipovics Máté kiemelte, a közelgő átalakítások komoly elbocsátásokhoz vezethetnek az országban, amelyek a jelenleginél is alacsonyabb szintű ellátást jelentenének. A Jobbik szerint az intézkedések mögött akár egy egészségügyi privatizációról is lehet szó. Egy újabb privatizációt készít majd elő a kormány, ezt sejteti, hiszen majd később tőkeerős külföldi magáncégek bevonásával kívánja beinvestálni majd az egészségügybe. A megyei közgyűlés frakció vezetője elmondta, a Jobbik a korábbi elvonások pótlását és a dolgozók béremelését tartja kiemelt feladatnak. Hogy ez persze milyen eszközzel, ugye ez már költségvetési kérdés, tehát ez több egyéb pontot is érint. Konkrétumot azonban nem sorolt fel az ellenzéki képviselő.